átjövök a másik oldalra. Te hogy érezted magad a jobb egyben? Nem. És akkor egy másik gyönyörű, szép Hyundai i20 R5-ös a Marozsi Zsoltal a volánnál, illetőleg egy ifjú navigátor mellette, Kerék István, még tanulja a szakmát, ugye? Egy gyors fotót csináljatok, így van, elógjak már vele. Igazából a végére már mondhatjuk, hogy az eredmény nem volt azért annyira fontos, de hogy éreztétek magatokat ennek ellen itt a Zegrán visor? Nagyon jól éreztük magunkat, igazán azért, hogy próbáljuk az autót, mert nem nagyon mentem az idén még. A szuper verseny volt, ez a városban, nagyon jól éreztük magunkat. Egyébként rendezők nem gratulálni tudok. És nem volt szerencség, volt technikai hibák, egyszer kiestünk, aztán visszaálltunk, de igazán senki nem érdekelt, azt pont ezt beszélgetünk Pistivel, hogy teljesen mindegy, hogy mi volt, ők jól éreztük magunkat. És akkor Pisti állandó navigátoroddá válik ezek után? Jól tudott azért dolgozni? Tehát nem volt vele hiba? Hát vannak vele bajok egyébként. Nem jó volt minden. De én most kipróbáltuk egyszer, aztán majd meglátjuk, hogy elbírom a viselni. Hát akkor én most gyorsan átszaladok hozzá, aztán megkérdezem őt, hát annyi ember mellett ült már, hogy kicsit mesélj arról, hogy most hogy kerültél ide, és hogy Zsoltal mi a terv a jövőben? Igazából teljesen véletlenül, szerintem a héttel én jött egy telefon, hogy van-e valami program a hétvégére, és nem volt. És egyébként meg az autó is izgatott egy picit, hogy milyen. De ez csak kapott a kormányvárt a teszt, aztán ez egy kétliteres motoros. Érdekelt, hogy milyen az autó, elsősorban ez volt a motivációnak a lényege. Zsoltoknak ugye most már egy 30-20 évre is kampányák volt, tehát jóba vagyunk, azt gondolom, és ez egy olyan jókor jött telefon volt észre, hogy nem volt egyébként más elfoglaltságon, tehát vagy otthon lettem, vagy eljöttem, hanem természetesen eljött. Akkor... És érdekelt az, hogy mi ez. Hát akkor két dolog is érdekelt, mindenek előtt az autót mondtad, mi a tapasztalatod ezek után? Minden nagyon jó, mert tényleg nagyon komolyak az alapok, mert csak egyszerűen nem működik egyelőre. Tehát az egyik, hogy autóban tudsz visszaváltogatni, az elég nagy probléma. Meg fölak az a gáz, meg ilyesmi, de ez azt mondom, hogy ezek apróságok csak meg kéne rá. Ez egy vadonatú összerakás, tehát nem volt meg kitesztelve, és... De azt gondolom, hogy nem lesz ez probléma, tehát ez fogja forni magát. Na jól van, akkor gratulálok nektek, és aztán bízunk benne, hogy mi hamarabb kiforja magát a jármű. Még egyszer nagy tapsot kérnék Marozsi Zsoltnak és Kerék Istvánnak. Köszönöm.